A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Kamaré Club Podcast. Hát látok a szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne az úgy! Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc. Jó napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Nem, tegye le! Mert ezt a szértéket őrizzük nektek. Mibe tartották a nyilat? Tokja volt tisztelt, nem emlékszem. Ezt az ofot értó kapta. Nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat már, mondja már. Na, meg. Hát ez a... Kopasz, tegez! Cseszki, akkor se tudom, na! Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on. Következő jelenetünkben Trunkó Barnamás szerzeményében, melynek címe Borlovagok, két jeles színészt hallhatnak majd, Bajor Imrét és Elek Ferencet. Figyelj már, haver, figyelj! Mióta vagy szőlős gazda? Amióta az eszemet tudom. Szóval még el sem kezdted. De csak ne dumáljál! Tavaly még azt sem tudtad, hogy merre van villány. Micsoda? Hát vedd már tudomásul, az én nagyapámnak messzi földön híres kereskedése volt. Borkereskedése? Nem, textil és rövidáru. Te, mi tőzsgyökeres villányiak vagyunk. Igen, és merre laktok? Budán a Villányi úton. És hány tőkéd van? Közöd. Különben az én tőkémet külföldi bankban tartom. A címe Frankfurt Piac Strasse 8. Figyelj, a Piac utca nem Frankfurtban van, hanem Debrecenben. Mondjuk igazad van, de a Frankfurt itt meg a Debrecen itt mindig összekeverem. De mesélik, hogy látatlanban megvettél egy új parcellát is. Hát ma, tulajdonos meg volt szorulva. És jó a föld? Azt mondják, csak egy kicsit nehéz megművelni, mert tele van sírkövekkel. Ugyanis a telekkönyvben derült ki, hogy a temetői parcellát vettem meg. És van pincéd? Hát minek? Nálunk cirkófűtés van. Jó, és akkor hol tartod a borodat? Te figyelj, látszik, hogy te van új gazdag, szőlős gazda vagy, nem nagyon konyítasz a borászathoz. A bort hordókban tartom. Na igen, de a hordókat hol tartod? Na most ez nagyon érdekes, mert az előző gazda, akitől megvettem a szőlőt, furta hegybe egy lyukat. Szerencsétlen. Hát ott tartotta a hordóit. Na hát lesz hívják errefelé pincének. Komolyan? Pince? Hát én garázsnak használom. Ott parkol a terepjárom. A Hammer? Vettem egy másikat. A Hammer még szárad. De képzeld el, nekem van 1500 palack villányi küvé. Hát gondolom, sok meló lehetett vele. Hát ne is mondd. 1500 dugót kellett kihúznom, hogy megteljen a hordom. De se jó biznisz? Na hallod, pláne ha visszaváltom az üres üvegeket. De én vettem egy palackozó gépsort is. Az előző tulaj meg volt szorulva egy kicsit. Az én palackjaimra a címkét a Kertész Imre tervezte, érted? Az a Nobel-díjas csávó? De szóval nem is tud rajzolni. Hát rondák is lettek a címkékben. Te fehér vagy vörös bort termesz? Hát még nem nagyon tudom, mert még nem készült el az ultrahangért, nem? Nekem egyébként mindegy, fehér vagy vörös, az a fontos, hogy egészséges legyen. Te, én most új terméket dobok a piacra. Alkoholmentes bort. Most vette meg a licenszet az Áfész Bistró pultos nőjétől. Alkoholmentes bor? Hát ez mire jó? Szivatni a zsarukat. Te, az semmi. Én Franciaországból hozattam egy szomeliét. Igen? És mit csinál egy ilyen francia szomelié? Dugja a feleségemet. És mondd csak, neked vannak muzeális boraid? Na hallod, van egy olyan kis fröccsöm, amit állandóan két kommandós őriz. É,
És szoktál írni szaksajtóba is? Na, most írok egy szakcikket. A Balaton felvidék szőlészete és borászata címmel. Azt most nagyon keresik te. Na jó, hát eleget dumáltunk, most már lássunk munkához. Hát igazad is van, kezdjük el. Ha már bennünket kértek fel a nemzetközi borverseny zsűriének. Üdvözlöm Önöket a Schnass Flight légitársaság Papados járatán. Hamarosan felszállunk a Budapest Airportról, a 3-as kifutópálya melletti Liba legelőről. A megkísérelt felszállás idejére állítsák függőleges helyzetbe az üléstámláikat, nekünk ugyanis nem sikerült. Kérem, kapcsolják be a biztonságjöveket helyettesítő redőnygurtnikat, és kössék 2 csomóra. Felhívjuk figyelmüket, hogy járatainkon tilos a dohányzás. Ez a füst közvetlenül a hajtóművekből jön. Az önök előtt lévő zsebekben találják a biztonsági tájékoztatónkat, valamint az előttük ülők pénztárcáit. Gépünk típusa, Fokker 200-as. Ez a szám a második világháborúban teljesített éjszakai bombázó bevetéseket jelzi. Ezen a gépen kezdték meg a japán kamikázék kiképzését is. Megkérem a 24E jelzésű Sámlin ülő utasunkat, hogy ő kezelje a fedélzeti géppuskát. Amennyiben itt most nem részletezendő okok miatt vizen kellene kényszerleszállást végrehajtanunk, figyeljék másodpilótánkat, aki egy nagy, kék, néve a strandlabdát fog felfújni, és megismerteti önökkel az alapvető úszómozdulatokat. Váratlan légnyomás csökkenés esetén a tetőkárpitból oxigén állarcok tűnnek elő. A Mikulásos a legmókásabb. Hamarosan megjelenik az utastérben fedélzeti mérnökünk, aki egy érdekes játékra hívja önöket. Ha beszerveznek járatunkra további 3 utast, akkor önök elnyerik az utas kísérő fokozatot. Ha az utasok további 3-3 embert beszerveznek, akkor önökből másodpilóta, majd főpilóta lesz, és elszállhatnak, amit most mi meg is kísérlünk. De előbb tankolnunk kell, és mint látják, 2 kamion is áll előttünk az autóklubos benzinkútnál. Most pedig vegyenek egy jó mély lélegzetet, és kérek 2 utast, aki segít felfújni a kerekeket. Ez alatt talán a rádiósunknak is sikerül leszerelni a kerékbilincset. Közben nyilván már megismerkedtek a többi sztjuárdesszel is, az a molett, nagyfenekű, tésztaképű, az az én nagynéném. Valóságos légügyi dinasztia vagyunk mi is. A nagynéni már ott volt Guernica bombázásánál is, túlélte. A felszállás után reggelit szolgálunk fel, ezért kérem, hogy a magukkal hozott szendvicseiket küldjék előre a pilóta fülkébe. A toalettet a bombázó tiszt egykori kabinjában rendeztük be. Kérem, használják a célzó berendezést. A repülési időtartam előre láthatólag 2:40, de a múltkor sokkal kevesebb volt. Útközben ugyanis erős légelhárító tűzre számíthatunk. Na. Repülési magasságunk 300 láb, de idefelé úton csak 299 láb volt, mert az egyik utasunk kinyújtotta az utastérből. Repülési sebességünk városok felett 50 km/h, autópályák felett 130 km/h. Odakinn a levegő hőmérséklete mínusz 12 Celsius fok, de ezt maguk is ellenőrizni tudják. És végül tájékoztatom önöket, hogy utunk során lopakodó üzemmódban fogunk haladni, hogy megspóroljuk a légtér használati díjakat.
ez a híres Leoni szörny? Én vagyok. Te kiszolgáltál 5 évet. Részt vettél a nagy Riff háborúban. Igenis, őrmester úr. Kúss! Szokd meg a társolgási tónus, te disznó. Igenis. Kúss! Hát téged most ide helyeztek hozzánk az irodába, te piszok. Hogy itt pihent ki magad, édesfiam, az 5 év jutalmául. Igenis. Nem ajánl, kúss! Nem ajánlom neked, hogy sokat pihenj, mert én a lusta disznókat föl szoktam pofozni. Kiköttetem. Kiütöm a fogait, meg ilyesmiket. Hát ajánlom neked, hogy dolgozz, mert édesfiam, az én kezem alatt már világhírű atléták lettek, 100%-os rokkantak. Szóval jó ember vagyok, csak egy kicsit közvetlen. Tudod, hogy mi lesz a dolgod? Nem. Ezért 2 nap sötét zárkát kapsz. És a legközelebb is nekem kell megmondani, hogy mi a te dolgod, akkor kiköttetlek, érted? Igenis. Na, szóval, ha ide jönnek az újoncok, firkálj be róluk mindenfélét a könyvbe. Ja, igaz, te híres ember vagy. Igenis. 5 év óta hallok már rólad. Meddig bujkáltál Lyon környékén? 6 hónapig. És hány áldozatod volt? 132. Kinézel, mint aki 2-ig sem tud számolni. Na, itt ne nagyon turkálj a könyvekben. Ami a gazdasági dolgokat illeti, mindig azt írod be, amit én mondok. Igenis. És be legyen csukva a szemed. Igenis. Sajnálok, hogy a kezem alá kerültél. Sok verést fogsz kapni. Aztán vigyázz a modorodra, ha a kaszárnya épületből átjössz ide, mert itt a hölgyek is megfordulnak, a tiszturak családtagjai is. Nagyon divatos lett a finom tónusz, te disznó! Igenis. Halló, az őrmester! Hogyan? Személyesen jön az ezredes úr? Igenis, alázattal főhadnagyulnak. Igenis, disznó vagyok! Itt nem sokára olyan goromba lesz mindenki, mint egy kocsis. Mit állsz itt, te marha? Mars azonnal a kaszárnyába, és megmondod a napos kápárnok, hogy inspiciálni jön egy ezredes, és ha valami baja lesz, akkor az összes frátert kékre verem! Mars! Igenis! Ennek se volt gyerekszobája. Jó napot! Alázatos tisztelettel. Tudja, miért jöttem? Alázattal tudom. Madam látni szeretné a mára avizált Leoni szörnyet, aki a 8-asoktól lett áthelyezve. Igen. Jelentem, hogy megjött. Mondja, és hol van? E pillanatban szolgálati ügyben elküldtem, de ha nem sokára visszatetszik térni, már itt fog ülni ennél az íróasztalnál, és szolgálatára áll. Egy szörny, ó, de szeretném már látni. Ugye egy ilyen ember 5 év alatt nem változik? Nem tudom, kérem, én még nem voltam szörny. Értem, jó. Hát akkor én most lejátszom egy teniszpártit, aztán visszatérek. Remélem, hogy addig itt lesz. Addigra biztosan itt lesz. Halló! 2 csirkefogó menjen az istállókhoz is, egy 1/2 óra múlva minden ló úgy ragyogjon, mint a Salamon tükre. És minden istálló olyan tiszta legyen, mint egy szanatórium. Éppen máma kell jönni annak az ezredesnek. Alázatosan jelentem, minden rendben. Ha, most ülj oda le szépen az az asztalhoz, jönni fog egy hölgy. Avval erőszakoskodsz, érted? Aztán elkönyveled a lénungot. Igenis. Na. Azt is, hogy mi napot kívánok, alász szolgálja. Van szerencsém, kérem, ez a légió? Ki maga? Újfiú. Szóval jelentkezik a légióba. Miért lehet itt kiutazásra is jelentkezni? Hús, disznó! Martos vagyok. Magánál lehet beiratkozni? Szóval belépsz a légióba. Ja, tögeződünk, szervusz kérlek, szépen szer. Tudod, ki vagyok én? No. Én vagyok a Leoni szörny. Te szörny vagy? Én rém vagyok. Milyen rém?
Milyen rém? Rém, kíváncsi vagyok, hogy te milyen szörny vagy. 5 év előtt az összes világlapok írtak róla. Jó, te voltál az a szörny. Igen. 30 méter hosszú víziállat abban az angol tóban. Ej, te összementél, komoly. Nekem 118 áldozatom volt. Nem beszélj, és mennyi idő alatt? 6 hónap alatt. Ha nem volt állust, azt nem lehet mondani. És ez volt 5 év előtt az országos rekord? Te miért lépsz be a légióba? Hát kinek szépen tudod, az eset délelőtt 12 órakor kezdődött a Murányi utcában. Hol van az az utca? Jó, persze, te nem tudod. Hát ez a Hernád utca és az Aréna út között. Ott jött utánam a kifutó fiú, hogy Kucsera, a társam, megszöktette a feleségemet és a pénztárat. Hát rendben vagy, a feleséget megszüntette, de a pénztárat, és látod, minden jónak megvan a rossz oldala is. Hát máról holnapra szegény ember lettem. Nekiindultam a nagyvilágnak, hogy megkeresem Kucserát, vagy a szerencsémet. De nem találtam őket. Így kerültem ide Afrikába. No, de nem értem. Légy olyan szörnyem, hallgass végig. Itt Alzsírban ügynököltem egy ideig, de most... bajom lett a rendőrséggel, szórakozott voltam. Elfelejtettem, hogy mi a nevem, és eszembe jutott egy másik. És ez baj? Ha az ember váltót ír alá, nagy baj. Most akart bevinni a detektív, de itt a kapu előtt azt mondta, hogy ha belépek a légióba, semmi dolguk velem. Gondoltam, ez jobb. Jobban tetted volna, ha a börtönbe mész. Én ismerem a légió. Én meg a börtönt. Sok ford nem adhatnak egymásnak. El lehetsz készülve rá, hogy elküldenek az arabok közé Marokkóba. Na és? Ez így volt Pesten is, kérlek szépen. Elküldtek a rabok közé a Margóba. Az őrmester egy goromba állat. Na és mondd, ha az ember rosszul van, és azt mondja, hogy beteg is, hirtelen, mondjuk lefekszik a földre. Az feküdhet a homokba. Nem on, szóval a betegek strandolhatnak. Most mondd, én meg nem hoztam magam a fürdőruhát. És mondd, itt tegeződnek. Hát persze. Mi van? Szervusz, kérlek, szervusz. Hogy vagy, kérlek szépen? Ki ez? Újjon. Tudod, ki vagyok én? Ne szólj. Az upás, igaz? Fogadok egy szivarba. Az őrmester vagyok. Nagyon örülök részemről a közlegény. Hát mi újság a gyakorló téren? Állj vigyázba az anyád! Az ősöket hagyjuk ki a játékba, jó? Ne kukoricálsz, ha így viselkedsz, akkor még holnap elküldelek a Szaharába. Oda lehet, az nincs a családban. Na ezt munkába veszem. Tudod te, hogy mi a kikötés? Hát hogy ne tudnám, például. Vagy lehet nőt hozni, vagy kilépek. Ez egy kikötés. Hát én csak egyet mondok neked. Ezzel a bottal neked meg kell ismerkedned. Martos vagyok. Ne szólj ezt, szólj se, te vagy a bot. Szervusz, kérlek szépen. Megismerkedtünk. Na csak öltözz be, majd aztán beszélgetünk. Annyit már most mondhatok neked, hogy az ilyen frátereket a Szaharába küldöm. Az 5 hónap teve háton. 5 perc. Mi? Nekem nem mondja, nincs az a teve, amelynek a hátán 5 percnél tovább ülnék. Én, uram, egy 4 popú tevéről lehet. Én azt fogom mondani, hogy ülve van át, szakkar ülve van át. Kérem, ha maga tud beszélni a tevékkel, nekem aztán... Csak menj arra, lépcsőn át a kaszárnyába. De 5 perc múlva nem jössz vissza. Akkor vegyen elő valami olvasni valót. Én még ilyet nem is láttam. Na, de majd kikészítenek az anya. Na, nem volt még itt a hölgy? Még eddig nem. Hát pont most kell jönni ennek az ezredesnek is. Valami ügynök van itt. Ki mer ide beereszteni egy civil? A káplár úr mondta, hogy be lehet engedni. Az ő felelősségére, hogy az őrmester úrral lesz dolga. Ja, jöjjön. Jöjjön be! Jó. Hogy jut magának eszébe jó-jót árulni a légyen? Maga trotli, nem érti, hogy jó-jó nem kell? Majd jó-jóval megyünk a Rivka bilókra, Jó napot!
Kicsoda maga? Zabügynök vagyok, kérem. Engem a kollégája négyesektől a... Őrmester ajánlott. Potem? Igen, a Potem. De szeretnék négy szem közben beszélni magával. Szóval maga az, akinél lehet keresni? Említette nekem a kolléga. Igen, kérem, hát én a lovak részére az Zabot ajánlok. Milyen árban? 200 frank. Olcsóbban nem tudja adni? De tudok, sokkal olcsóbban. Savanyú káposztát. Esznek azt itt a lovak? Azt tesznek a lovat, amit én parancsolok. Disznót? Ne vicceljen, mert lekenek. Ide hallgasson, mondjon egy árat, de úgy, hogy én is benne legyek. Jó, hát 500 ló az őrmester úrral együtt. Melyen marhákat ne számítsam? Na, gyerünk gyorsan, inspiciálni jönnek. Igen, hát mondjuk egy métermázsa 130 frank, és magának küldök egy hordó káposztát. Savanyítsa be magát a káposztájával. Maga adja 100 frankért, számlázza, 120 ér 20 az enyém. Hát akkor 130-t számlázom, és egy 10 az enyém. Hát számlázza, 130 ér és legyen magáé a káposzta. De a sok. Na és ha egyáltalán nem rendelek, akkor mit szól? Akkor azt mondom, hogy menjen az anyja... Mi? Menjen az anyagbeszerzési központba. Drágább. Beszéljen a manipulásról, hogy milyen rendelést adhatunk le, aztán jöjjön vissza és tárgyalunk. Jó. Nem arra van, aki járás! Mindegy, ha én jövök, akkor mindenütt van egy ilyen kijárás. Na, hol van? Rém, éppen most ment újra el, de ha szíveskedik egy pár perc múlva jönni, itt lesz. Igen, már alig várom, újra vissza fogok jönni. Hello! Örömester! Szervusz, hát erre jársz. Hazád jöttem, tegnap óta utazom. No. Ma itt lesz az ezredes, tegnap előtt nálunk is speciál. És? Szegény zsűrőrmestert elküldték egy büntető osztaggal a Szaharába utat építeni. Hűha, valami zab dolog. Nincs sok ide, ide hallgass! A külföldi újságok nagy lármát csináltak, hogy a légióban az őrmesterek garázdálkodnak. Állati módon bánnak az emberekkel. Én úgy bánok velük, mint a gyerekeimmel. Hát te ismered az én tónuszomat. Figyelj! Az ezredes a bizalmi emberét civil ruhában előre küldi. A bizalmi ember felveteti magát újoncnak, ez történt Zsüllel is. Jött egy újonc, szemtelenül beszélt, mire zsűrőrmester lehordta, fölpofozta, erre este jött az ezredes. Kiderült, hogy az újonc egy álruhás főhadnagy. Az őrmestert elküldték a garnizomból egy büntető osztaggal a Szaharába. Szent Isten, most értem, ki volt az a szemtelen fráter, és én rögtön goromban ordítottam vele végem. De biztos, hogy ez volt. Mindjárt a telefonjelentés után jött. Megyek, nehogy itt találjon. Hű, most jól beláztam. Nem megy innen, mit akar azzal a dollóval? Az újoncot muszáj legyírni. Ne jöjj ide, mert rugok. És a kézzel megérint az 11-et. Jó, mert szabály a légióban. Az újoncot meg kell nyírni. Őrmesterként, na, maga nem látta, hogy én milyen csúnya vagyok kopaszon. Ha engem legyírva visznek a csatába, elfut az ellenség. Igen. Na, hagyd, fiam. A te kedvedért kivételt teszek, kedves fiam. Nézd, az őrmester, mintha más ember lett volna. Martos vagyok. Hallja, az előbb itt volt az ikertestvére, az milyen szemtelen alak, megmondhatja neki. Hát én nem vagyok rossz ember, fiam, meggyőződhetsz róla. Nem. Látod, én így bánok a legénységgel. Na, azért annyira nem kell. Igen, mondták, hogy veregeti őket. Hát én szeretnék veled jóval lenni, érted? Na? Nem. Itt van 600 frank. Az kevés. Tudod, miért adom? Nem, de kevés. Na, nem szól senkinek semmit, rendben van.
Napszúrás. Rendben van. Semmiről egy szót sem. Az még külön 200 van. És még szidják a légiót. Nagyon szeretném, ha jól éreznéd magad. Hát kérlek, ahogy akarod, tegezhetlek. Ha akarod, tegez! Te piszok. Te állat. Köszönöm, több nincs. Mondj csak, kérlek szépen, hogy állunk a hölgyekkel? Hát, bizony a hölgy társaság itt ritka. Pedig akkor nem leszünk jóba. Hát én mindent el fogok követni. Parancsolsz még valamit? Hát kérlek szépen, ugye most 10:30, mondjuk 11-re csináltas nekem egy rostélyost, jól megsütve rósejbnivel. Meg vagyok értve? Meg lesz. Hát egyelőre meg vagyok elégedve, most körülnézek az udvaron. Hiába, Afrika nekem jó kabala volt. Csak beléptem a Szaharába, már szerencsém van. Na, egy méter mázsa zab nekem, benne van 80 kilóba. Ha leszámítom a homokot, csak egy 60 kiló. Ha bevizesítem, csak 50 kiló. Ha mondjuk, hogy szállítok méter mázsánként 40 kilót, akkor mire éjjel halnak a lovak, gazdag ember vagyok. Na de mit csináljak, hogy így káposztával? Azt nem tudom. Itt ül ő az. Ő az. Magát keresem. Engem? Igen, magát. Mi miatt? Ugye maga? Nem én vagyok, én más vagyok, én csak hasonlítok. Maga nagyon érdekes ember. Mondja, most meg fog ragadni, mi? Hogy én? Igen. Nem hiszem. Hát mit fog velem csinálni? Miért muszáj valamit ilyen csinálni? Igen. Hát igen. Jó, hát hogyha muszáj, ugye? Te erőszakos. Igen, ez eddig is jó. Én már hallottam magáról. Igen, az őrmester felesége. Magáról sokat írtak a lapok. Jó, az már régen volt. Azóta már... Tisztességes ember lettem. No, 5 év óta. Igen. Mit akar ez? Tudja, hogy én nem félek magától. Igen. Én sem magától. Én rámerek támaszkodni magára. Én is, ez is kunszt. Madame Abnormália. Mondja el nekem, hogy melyik volt a legnagyobb erőszakosság a nővel szemben. A legnagyobb? Igen. Egyszer a cugos cipőmet a feleségemmel vágtam. És a többi 100 nő? Micsoda? Hát nekem összesen csak egy két cugos cipőm van. Kicsoda maga? Én zabügynök és ló panamista. Szüntelen, maga mer hozzám nyúlni, maga egyszer. Én mondtam, én valamit kérem. Én a Leoni Rémet keresem. Ja, az uniformjában szokott így itt ülni. Hozzá, te nyúljon, szemtelen, egy ilyen csirkefogó, szélhámos tolakodó. Kedics, ugye csókolom. A káprány! Csurolja fel a gömböt! A két legény menjen a vasúton a lesti pasztáért! Ő veszél maga, vagy a szalába! Majd megmutatom én ezt a rendet! Martos! Kutyera! Te pakoli gazember, gyere ide! Te drága angyal! Életem legszebb napja, kutyera! Csak hogy megvagy! Nem értem, miért örülsz annyira nekem? Nem értem hiába!
Mondd meg nekem, kucsera, te, aki elsikkasztottad a vagyonomat, elszöktetted a feleségemet, mit gondolsz? Mit fogok én most veled csinálni? Martos, legyünk újra jó barátok. Felelj a kérdésemre, mi fog történni most velem? Júj, verés. Enyhe. Ruráró. Ne mondd ki, kevés. Hallgass végig. Arra nincs időm. Kérlek én, Nemekek, mit csinálsz itt? Zabügynök vagyok. Kérlek, hogy elvittem a pénzedet, bocsásd meg. Nem bocsátom meg. Hogy elvittem a feleségedet. Akkor se bocsátom meg. Egy kis szívességgel nem lehet mindent elintézni. Szóval te itt, mint zabügynök vagy. Hé! Hey! Őrmester! Be! Be! Mi itt a szabály a civilekre? Ne dadog, dadogd itt a kucsera! Az a szabály, hogy civil, ha ide bejön, nem mehet ki a kapun, és tagja lett a légiónak. Kérem, egy zabügynök, hát ez olyan szokás. Egy katonánál légy szokás, csak parancs! Egy rendes légióban ilyen nem fordul elő. Én nem tudom, hogy egy... Tudsz vagy nem tudsz, ez az ember 5 perc múlva nincs beöltözve, akkor itt olyan botrány lesz, amilyet még a légió nem látott. A gyere, te főzabász! Nekem az orvosom megtiltotta a háborút, adjon engem, ereszem, mert úgy se lépek be a légióban. Na, lesz itt rendre, álljátok csak! Ez az. Jó napot! Jó napot! Magát az őrmester irányította ide? Igen, már nagyon kíváncsi voltam magára. Mondja! Na? Igaz az, hogy maga üti a nőket? Csak ha pénzt kérnek. Én azt hallottam, hogy maga egy szuggesztív máborban megragadja az áldozatát, és kábulatban elvonszolja őket az erdőbe, mint egy szatír. Hát ez a bánkbámból az Ofélia. Én nemrég óta vagyok itt, eddig Citybel Abbeszben voltam a 4-es tüzéreknél. Képzelem, mekkora lövöldözés lehetett. Hát nem tetszem magának? Nem akar velem egy tálból datojázni? Mi? Milyen délceg maga? Rám ne számítson. Gyalogos vagyok. Én nem lehetek, hogy így katona. Hiába, minden be kell öltöztetni. Kérem, ha engem bevesznek, akkor holnap a légió leúszhatja, hogy így a rollót. Én meg megyek, megrendelem a rostélyos. Hát, adok én! Hát, rendet csinálok itt! Csak tudnám, hogy ki vagyok, ezredes tábornok. Hisztó! Közlegény! Mi van? Időbe marad! Én Dürer ezredes vagyok. Na és, azt te mit én? Maga kicsoda? Nem tudom. A kiskutya nem lehetek. Ez vagy agyalágyult, vagy ujjonc. Mióta van itt? Reggel óta, de sok dolgot már mondhatom. Én is picián jöttem ide. Mindjárt balra a folyosó végén. Speciál jöttem ide ellenőrizni, nem érti? Ja, úgy látszik, ez tényleg nagy úr. Kitől tanulta maga ezt a hangot? Az őrmestertől. Ő mondta, hogy jön egy ezredes, legyek vele goromba, és küldjem a gangra súrolni. Hát azt nem mondja csak, mit tapasztalt itt különben is reggel óta, mi? Jaj, rémes vircsap. Na, és pedig? Képzelje, egy órája rendeltem egy rostiost, és mindig nem hozták. Hogy? Rósernivel. Hát mondhatom, a kiszolgálás csapnivaló. Szembe láttam egy konkurens légiót, hónap átmegyek oda. Átmegy, igen. Eredeti egy ember maga hiány. Öregem, a könyvekbe belenéztem. Szörnyű. Mi a könyveléshez is ér? Én, ha maga még nem hallott a híres Martos és Kucseraféle egyességről? Nem. 2 könyvszakértő még ma is a Lipót mezőn ülés számol.
a Dreyfus ügy ehhez képest egy jövedéki kihágás volt. Igen. Hát én most körüljárok az udvaron, és visszajövök ide legénységi ruhában. Jaj, de én... De ne szóljon senkinek, érti? Senkinek, hogy itt voltam. Igen. Senkinek? Én szóljon, de jó, az rég lesz. Ki lesz éppen, addig kész lesz a rosti Jós, aztán majd jöhetsz tunkolni. Van egy dolog. Martos. Na, kucsera! Hát te vagy a legcsúnyább zabügynök a világon. Levágták a gyegyei hajamat. Gonosz ember voltál, kucsera. Kifosztottad a legjobb barátodat. Jóvá akartam tenni, csak nem hagytál engem, hogy gyegyei kibeszélni. Hát beszélj. Na, hát minden nap hirdetést adtam fel, itt van, tessék, itt az egyik, hogy egy újság. Hát ezt nem tudtam. Mutasd, azt mondja, alajos, stop. Meggazdagodtam Alzsírban, stop. Gyerek is, stop. Lopásért bocsáss meg, stop, kucsera. Na, hát ezt nem tudtam. Hát ha hajad nincs is, de szíved az még mindig van. És most mondd, milyen bajt csináltam neked? No, no, nem a nagy baj, az egész légió, hogy a zsebemben van. Én egy óra múlva, hogy kint vagyok. Ne beszélj, hát mi vagy te itt, alkirály? Sokkal több, én egy ló panamista vagyok. Holnap már téged is kihozlak, és újra együtt dolgozunk. Kucsera, köszönöm. Csak a haja. Ne sírj, egy egész szoftot veszek neked helyette. Na de hát egy ilyen fejjel... Nézd, kucsera, én nekem a fejedről már akkor is... Ne folytasd, Alajos. Én nem haragszom rád. Pedig levágták egy ilyen hajamat, mint a Simon Juditnak. Kisfiam, Sülaró Sejbni. Csend! Ugyan, Zupi! Te úgy járkálsz itt, mint egy kisasszony. Úgy látszik, nem tudsz fegyelmet tartani. Most már ezt szeretném látni, hogy szigorú vagy, hogy tudsz ordítani, büntetni, hogy tudsz garamba lenni. Jó, azt is nagyszerűen tudok. Hát ide figyelj, fog jönni egy újonc itt mindjárt, szeretném, ha azt megtanítanád a franciák istenére, de úgy, hogy könyv nélkül is tudja. Szeretném. Ne zsenírozd magad, ne. Te, itt jön az az durbera, gyere. Újonc, te piszok disznó, te címeres ökör, te gazember! Jóval, ez már egy év kurtavas, jóval! Őrmester! Kús disznó! Őrmester! Kutya, ha egy szót szólsz, 25-öt kapsz! Úgy? Őrmester! Én Dürrön ezredes vagyok, ispiziálni jöttem! De... Jaj, de kellem! Egy órán belül összecsomagolja a holmiát és utazik. Jól van, haverkám! Te be hátra vele! Harmadosztály a tevén fog utazni, egy koppal! Egy szót se szóljon! Csomagolja a holmiát! Induljon! Úgy van! Majd csinálunk mi itt rendet, igaz? Mulatságos egy fickó, vagy hallod, de ja? Hát majd egy kicsit több fegyelmet kell tanulnod. Hát, na hát milyenek itt az erkölcsök, hát, mi? Hallja, van itt egy hölgy, no. Ajánlom a figyelmébe. No. Megcsalta velem a 42-es tüzéreket. Élni! Ilyenkor... Nagyok, itt vagy! Ő az! Közlegény, ez a feleségem! Ajjaj, most mehetek a Szaharán! Hegedű. A karaván elment, a hegedű ott maradt. Tanástalanul állták körül a benszülöttek. Mégis mi a csoda lehet? Hogy micsoda, mondta fölényesen tanítani a maori főnök. Hát nem látjátok? Kulacs! Vízzel töltik meg a fegyérek, a hátukra agasztják, úgy viszik. Azért üres belül. Ezennel lefoglalom magamnak.
Hát nem valami alkalmas kulacs volt. Oldalt volt rajta két nyílás, nem fölül, azon kellett betölteni a kecsketejet, és mindig vízszintesen kellett tartani, különben kicsurgott ugyanazon a két nyíláson. Tanítani meg is unt egy idő múlva, kétségek is merültek fel lelkében, vajon jól ítélte meg a furcsa tárgy rendeltetését, de restelte bevallani a törzs előtt. Titokban odaadta inkább szolgájának, Rodarodának, aki elmés ember hírében állott. Ez kavicsokat tartott benne, amiket összelopkodott. De neki is hamar meggyűlt a baja vele, nem tudta előszedegetni belőle, mikor szüksége volt rá. Takarék perselynek megfelelt volna, de nem merte összetörni a főnök ajándékát. Később dísznek akasztották ki a törzsház gerendájára. Ebben a minőségben sokáig jó szolgálatokat tett, a szomszéd törzsek totemet láttak benne, és tisztelték. Eleinte a törzs nemzeti politikájának hívei és agitátorai próbálták kihasználni azt a szuggesztív erőt, amit jelentett. Nemzedékeken át hozzászoktatták az ifjúságot, hogy a maori nemzeti korona jelképét lássák benne, amivel harcra és összetartásra lehet buzdítani. A maori kulacs tanítani kulacsa körül valóságos legendák, valóságos mondavilág keletkezett, mely származását visszatolt a képzeletben egészen az ősidőkig. Ismeretlen erők művének igyekezett beállítani a kulacsot. Egyes költők szerint az égből hullott alá tüzes meteor formájában. Mások tudni vélték, hogy a földből nőtt ki, és egy pásztorlegény találta meg. A maori reneszánsz évtizedeiben, a művészetek fellendülésének korában új szempontok keletkeztek, halványon tapogatózva. Iparművészek, képfaragók, akik ebben az időben mesterségük szabályainak és törvényeinek tökéletes megismeréséig jutottak, kezdték rebesgetni, amit később nyíltan is kimutattak, kétséget kizáró módon, hogy a kulacs nem lehet maori eredetű, vonalaiban, stílusában határozottan idegen forma elemek vannak. Nem hasonlítható a maori kultúra és művészet egyetlen termékéhez sem. A hegedű ekkor vége felé ki is került a törzsház szentélyéből, ahol addig őrizték a főpapok, és egyelőre a főnök palotájába került. Innen jutott a 100 évig tartó nagy háború, és a maori királyság bukása után a múzeumba. Bizony a múzeumba, mert beköszöntött a megismerés nagy százada, a maori enciklopedisták kora, mely a fogalmak elemzésének hatalmas művét befejezve kigyújtotta a mindent lebíró emberi akarat, a megismerés fáklyáját, a tudományt. E nagy században, mely a természettudományok, a technika szédítő fejlődésével, bőrből készült nadrágjaival, valódi csontból készült fülönfüggőivel, önműködő akasztófáival, emberlábra berendezett hordszékeivel, távolba kiáltó törcséreivel és faragott csatabárgyaival legyőzte a természetet, és bevilágított annak titkaiba, éreztette felszabadító hatását a politikában is, beköszöntött a liberalizmus és a szabadkutatás nagyszerű epokája. Ebben a korban jött rá elem-elem a nagy tudós, hogy a kulacs, a hegedű tulajdonképpen hangszer. Szkeptikusok azt vitatták ugyan, hogy nem magától jött rá, hanem valami fehér ember árult el a titkot a papájának. De az már nem volt lényeges, a felfedezés megtörtént, és az új hangszert ki kellett próbálni. Maga elemelem szólaltatta meg. Óriási közönség előtt két kavicsal döngette a hegedű hátát, és a Nyekapka Minga nemzeti indulót verte ki rajta. Mérsékelt sikerrel. A zenészek kijelentették, hogy a kecskebőrrel borított dob sokkal szebb hangot ad, mint ez. És a hegedű kiment a divatból. Hát zajlik az élet. Én nem tudom, ki mennyire követi ezeket a bulvár eseményeket.
Nem tudom, nézzük-e, hallgatjuk-e, nem tudjuk elkerülni. Szegény Stóll Andrásról minden nap írnak valamit. Most a legújabb hír, amit hallottam róla, hogy a börtönbe rádió műsort vezet. Szerintem inkább neki már nem kéne vezetni semmit. Egészen pontosan. De azért csak ráment erre. De hogy nézhet ki egy ilyen rádió műsor? Mit tudom én, hogy forgalmi infók, torlódás a fémtálcáknál. Frontátvonulás az zuhanyzóban. Mert ebben ne is nagyon menjünk bele. Hát mindig vannak ilyen isteni sztárjaink. És róluk lehet hallani nap, mint nap, ugye? Bekapcsolod a tévét, bekapcsolod a rádiót, valahogy mindig ez jön. Ott van például ez a híres ember, a Damu Roland. Kedvenc dala Britney Spears-től a Hit Me Baby One More Time. És ismét elindult a való világ. Szinte hihetetlen. Ilyen gyorsan az előző után, nem? Azért csak megint sikerült annyi nőt összeszedni, akik lekésték a Dubájba tartó repülőt. Vagy csak elnézték a terminált, nem tudom. Az én egyik kedvenc szeretem a reklámok. Remélem látta valaki azt a reklámot, hogy a zsiráf megeszi a szivárványt. Láttuk? Megeszi a szivárványt, aztán alápördül a sportszelet reklámokból kiöregedett fekasrác, és egy teljesen ismeretlen biológiai folyamat eredményeképpen így kidolgozza bele a színes cukorkákat. Már értem, miért nézett rám olyan hülyén a zsiráf útkor az állatkertbe. Lehet, hogy éppen a cukorkát szedték ki belőle, és nem volt nőstény. De nem is ez a lényeg. Jó, hát meg a másik nagy híres dolog, Brad Pitték itt vannak újra Magyarországon, tehát hihetetlen, mindenkinek egyből kemény lesz tőle a melbimbója. Olyan szalagcímet olvastam, hogy hihetetlen, Brad Pitték zombi filmet forgatnak Magyarországon, ismét élettel telik meg Budapest. A zombik és az élet, nem tudom. És most derült ki róluk, hogy valódi fegyverekkel akartak forgatni. Ez egy mekkora szansz, nem? Mondjuk ezek szerint a zombik is igaziak lesznek. De milyen érdekes lehetett, amikor így először igazoltatták őket így simán civilben, nem? Tehát képzeljük, hogy Brad Pitt házaspárt megállítja Kovács 32 közrendőr, letekerődik az ablak, először bejön a hasa, aztán a feje, hogy szokott. Elkéri a személyét, azt mondja, milyen név ez? Mi ez? Brady Pityu, mit most? Az ki az a szép nagy szájú jány maga mellett? A? Hát az a Szandika, vagy de? Való világú. Vagy ó, nem, nem, ó, Geronadzó művésznő, de lefogyott. Veszélyes. És ugye az amerikai filmesek mindig arra mennek, hogy a sajtó ne találja meg éppen a forgatási helyszínt. Általában szoktak ilyen csali helyszíneket csinálni. Gondoljuk el, Budapesten egy zombifilmforgatást simán meg lehet falból csinálni. Kitesztek lomtalanításra pár olyan szekrényt, amire még 2-3 ajtót le lehet szerelni. Egyben az őslakosok... Hát sajtó legyen, aki oda talál. Sajtóra szükség van, sőt, az írásra, a beszédre is szükség van. Mostanában egyre kevesebbet beszélgetünk egymással. Én ezt fájó szívvel hallom. Az internetes kommunikáció a hibás emiatt, nem? Valamelyik nap is kiírom anyám üzenőfalára, hogy hozzá be egy sört, és még csak nem is lájkolta. Jó, nekem is van Facebook oldalam, gyakorlatilag elkerülhetetlen, érdekes leveleket kapok. Én szeretem az ilyen filozófiai töltetű leveleket. Te ismertek élő filozófust egyébként? Én most találkoztam egyel, pontosabban a fiával. És úgy beszélnek, hogy én azt nem értem. Én ahhoz túl egyszerű a fejem, nem tudok vele mit csinálni. Költöztek a filozófus család, költözés volt, és azt mondja a gyerek az apjának, hogy apa, mit szólnál hozzá, hogyha a filozófiai témájú könyveidet a felső könyvespolcra tennénk? Azt mondja az apja, hát tegyük fel, fiam. És ezzel mit akart mondani, tudod? Ez... Utoljára akkor éreztem így magam, amikor egy csetelő fiatalember minden sor végére odaírta, hogy 490, 490. És meg visszakérdeztem, hogy hát mi ez a 490? Így a chatbe. Azt mondja, nálam ez az XD, csak én római számokkal fejezem ki magam. Szóval azért mondom, hogy ezek a magaslatok nekem jóval föntebb vannak, mint amennyire kellene. Szeretem a Facebookot, érdekes levelek jönnek, mondom, filozófiai töltető, múltkor ennyit írt egy srác. Ha nem is válaszolsz a levelemre, legalább írd meg, hogy miért. A lecke fel van adva. 100 milliómodik sikertelen fogyókórám után ennyit írt egy nagyon kedves lányrajongó. Én akkor is bírtalak téged, amikor nagyon kövér voltál, meg most is, hogy kövér vagy. És ilyenkor úgy érzed, megérte. Na, de hát szoktak ám így sztárok is csetelgetni az interneten, meg a Facebookon. Egy-két ilyen híres sztár csetet megtaláltunk, képzeljétek el. Vannak ilyen egyszerűként teljesen ártatlanok. Kiszel Tünde levelezett egy rajongójával. Írta a kislány, azt mondja, szia Tünde, én Marika vagyok, 6 éves, nem találkoztunk még, de te vagy a kedvencem. Tünde válasza, kösz, te is nekem. Ez egy kis alap,
De az abszolút kedvencem, megtaláltuk Bakács Tibor csetelését valakivel. Valaki cimbizni akart vele. Ennyit írta. Szia, Setti! Van egy jó poénom! Lehet enni téli szalámit nyáron is? Na, hogy tetszett? Bakács válasza, ez jó, lopom. Én két balkezes kontár. Hol van Emil? Szerdára ígérte az új olajszállítmány. Se tartálykocsi, se Emil. Komolyan mondom, felrobbanok a méregtől. Hát az Emil speciál nem a méregtől robbant fel. Gratulálok. És az mit jelent? Hogy az ukránok elhajtották lányainkat a legjobb placokról. Doneoci jelenten túl erőbe voltak. Ezek az újlárok annyian vannak, mint az oroszok. Fák. No. Szegény csajok még végkielégítése kaptak. Ide figyelj, nagy darab. Borotváld a szőrd a hónod alól és kussolj. Impotens banda, hát nem értitek? Nekem egy profira van szükségem, aki ért a futtatáshoz, a tarktájkocsihoz, az olajszőkítéshez és minden egyébhez. Hát nem értitek, hogy mi vagyunk a nemzetgazdaság húzó ágazata? Hát ha mi is hülyék vagyunk, megnézhetik az ország GDP-jét. Lajoska, a GDP-met ne borotváljam ki. Te nagy darab, önts magadra az egész laboratoire gardier, de hallgass, kussoljál. Mi van ezzel a WC-vel? Egész nap folyik az idegeimben. Jó, szegény Emil, az biztos meg tudtam volna javítani. Isteni keze volt. Hát két autófeltörés között még a piszkapot is megbőrözte. Az Emil egy műveleten állat volt. Azt hitte a bidéről, hogy szobaszökőkút. Még aranyhalakat is vett bele. Így igaz, főnök. A múltkor, amikor azt láttam a bidét, a frász jött rám, hogy mikor ettem én annyi szardériát. Na jó, ebből elég volt. Nézzük meg az új szállítmányt, gyerünk, ne úgy azt higgyétek, hogy ennyivel megúszátok. Nagy darab, ha megszáradt a körmöd, gyere, vakard meg a hátamat. Bújj be! Jókorom, Dilike, itt vagyok. Gedeon bácsi, maga az. Épp le akartam menni magához egy kis festésre, meg berakásra. Hát a berakás azt vállalnám, hogyha ha fölére. De különben meg kell mondjam, hogy az üzletet be kellett zárnunk. A Józsefváros legjobb fodrászüzletét? Így van, kérem. Miért? Hát én már nem bírtam a rezsit, ugye. Adó, áfa, TB, védelmi és a samponnak is most emelték fel az árát. És akkor most miből él, édesem? Kicsit lejjebb, jól megmondom. A fekete gazdaságban dolgozok. No, csak maga is, és miben utazik? Én az öreg Barburgomban. Ugye elmegyek egy házak, egy kis daer, egy kis befésülés, de ha bármi elromlik, én megcsinálom, és minden számla nélkül. Így aztán most nyereséges vagyok. És mondja Gedeon bácsi, drága, maga például mire költi a pénzét? Ja, Istenem, van egy hatalmas nagy szenvedélyem. Én vagyok a kerületi női atléta csapatnak az edzője, intézője, szertárosa, még a gyúrója is egy személyben. És mi a neve ennek a női atlétikai csapatnak? Ennek Libres SC. Különösen a vágtázóink remekek. Azért is jöttem, hogy ha Mimi kisasszony összetud engem hozni ezzel a Don Eocénnal, ezzel a Lajos úrral, ez olyan kőgazdag, ez biztos egy kicsit szponzorálná a lányokat. Tényleg jó akar lenni nála? Na, igen. Hát akkor először javítsa meg neki a WC-tartályt. Ért hozzá? Én WC-t? A daerolásom kívül legjobban a WC-tartályokhoz értek. Ki ez az ember, nagy darab? Én. Báci Gedeon vagyok. Én önnel szeretnék néhány szót, mondatot váltani, ha van rá ideje. Miről van szó? Megmondom őszintén, a lányok ügyébe jöttem. Maga is lányokat futtat? Szenvedélyesen. De megmondom, most az országban a legjobbakat. Igen? Na foglaljon helyet, erről jó tudni. És mi van az ukránokkal? Ukránok? Na ide tessék hallgatni, ha mi 5000-en le tudjuk nyomni az időt 6-7 perc alá,
Az ukránok sehol sincsen. Ügyesek ezek a lányok. 5-6-7 perc alatt, ez jó, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Persze, hát ott van például a kis Ilonka. Igen? Az a hazai rekordot is abszolválta. Mit csinált? Ezt a figurát én sem ismerem. Gedeon úr, maga tetszik nekem. Mennyit kér? A nem sokat. Le akarom vinni a lányokat a Hortobágyra. Gyorsolat másodosztály. Még mi van a Hortobágyon? Hát ott lesz a maratoni. A 9 lyukú körül. Ez tetszik nekem. Oda kell menni, ahol nagy az idegen. Na, hány kört futnak naponta? Mennyi? Hát kérem, bemelegítésnek 10 kört csinál. Megállás nélkül? Na nem, nem, nem. A lányok közben bekapnak valamit. Megállapodtunk. Magának nem lesz több gondja a lányokkal, átveszem őket 500 000 forintra. Fél millió? Első osztályon megyünk a Hortobágyra. Jó. 500 000 lányonként. Lányok? Hányan vannak összesen? 36-a. Ne tessék számolni, 18 millió. Ó. Hogy kéri a pénzt? Ha lehet, gyorsan. Jó. Rendben van, Gedeon, maga bekerül az üzleti életbe. Ezektől a kontároktól át fogja venni a Tartály projektet. Vett már részt ilyenben? Fantasztikusan értek a egy-két húzás kérem, és ott nincs semmi gond. Na jó, jó, de előbb meg kell találnia ezt a tartályt. Ha megtalálja rögtön, kap 500 000. 1 milliót. Ennyi? Repülővel megyünk a Hortobágyra. Na jó. A tartályt arról is venni fel, hogy egy nagy nemzetközi cég emblémájával álcáztuk. Ja. A tartály oldalán majd látni fog egy kagylót. Az oldalán? Igen. Nem alatt? Na jó, jó, tudom, van már olyan, ahova úgy eléje teszik. Persze, jó van. Az első az, hogy mintát vesz belőle, világos? Mintát? Hát ez plusz 2 millió. És mit csináljak a mintával? Megszagolja. Ne. És ha minden oké, elhozza nekem ide a kezembe. Nem is kértem sokat ezzel a 2 millióval. Szőkítéshez, ér? Na végig, ahhoz aztán meg. Maga az én emberem. Rakétával tud bánni. Ho! Van is nekem egy otthon. Nem. Ilyen szovjetgyártvány. Kicsit hangos, de nagyon jól működik. Várról indítható? Nem, padlóról. Jó nagyon, bele kell rúgni, aztán már megyünk. Érdekes. Figyeljen ide. Kéne nekem egy uzi. Micsoda? Egy olyan finom, modernebb uzi. Akkor jó hallottam. És minek? Lőni vele. Ne. Ne. De előbb magának ki kell próbálnia. Én nekem... Húzi? Na ne. Szőkítést vállalok. Vállalom a mintát is. Meg is szagolom. De hogy én a gyuziba, nincs az a pénz. 4 millió. 4 millió. A lányok ér minden. Gyere te kis csacsi. Ez a Comedy Club Podcast. Hát látok, szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne az úgy! Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény? Nem,
tegye le! Mert ezt a szértéket őrizzük nektek. Mibe tartották a nyilat? Tokja volt tisztelt, nem emlékszem. Persze, az ofot értó kapta. Nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat? Már mondja már. Na, meg. Hát ez a... Kopasz, tegez! Tegez! Cseszki, akkor se tudom, na! Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.